A Kárpát-medence területén 3000 új templom és egyházi közösségi tér újult meg, iskolákat, egyetemeket és közel 1000 óvodát korszerűsítettünk, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár, Torna megye kettes számú választókerületének országgyűlési képviselője összefoglalva az elmúlt évek eredményeit Dombováron egy óvoda átadón. Nyilván ezt szeretnénk folytatni, de ami a legfontosabb az az, hogy az elmúlt 10-12 évben elértük azt, hogy a nemzeti összetartozás érzése és élménye a magyar emberekben, éljenek akár Magyarországon, vagy a szomszédos régiókban, országokban, térségekben, ugyanígy megjelent, illetve a diaszpóra magyarságánál is. Úgyhogy örüljünk annak, hogy a nemzeti büszkeség, a nemzeti érzések azért megint ott vannak az emberekben. A nemzetpolitika súlypontja továbbra is a kapcsolat építésén, az identitás megerősítésén van, jelentette ki az államtitkár. Mindent ennek rendelünk alá, a gazdaság fejlesztés is ezt jelenti, tehát a szülőföldön való boldogulás, kifejezetten fontos feladata a nemzetpolitikának, bár nem a miniszterelnökség végzi alapvetően ezt a munkát, mert a pályázati összegek a KKM-nél jelennek meg. A mi feladatunk ezt támogatni, előkészíteni, illetve nekünk a hálózatépítés az, ami fontos. A felnövekvő generációkban is erősíteni szeretnénk az összetartozás érzését, ezért indította be az államtitkárság a Határtalanul programot, melynek most a COVID utáni folytatásához szükséges feltételeket is megteremtjük, tette hozzá. A pályázati lehetőségek az utazások finanszírozására megnyíltak az iskolák előtt.